Oké, okay, gyorsan mondom, mert lefogy a kamera. Tegnap kint voltunk a strandon, és beszélgettünk Annával, nem is tudom, valakik beszélgettek mellettünk ilyen párkapcsolatokról, és ennek kapcsán valahogy belelóáltam magam abba, hogy hát a férfiak hogy viszonyulnak a mindenhez, főleg az apaképükhöz, meg ilyesmi. És ez eszembe jutott, meg így felidéztem neki, hogy engem olyan 19-20 éves koromig folyamatosan félrevezetett mindenki. Valaki azért, mert a túlzott családi szeretetből, mondjuk apám, valaki annak a pont az ellenpólusa, tehát a teljes negatívum, és a jaj, nem fog sikerülni, neked nem fog összejönni, ne is vágjál bele, hagyjuk az egészet, ez volt anyám vonala. És a kettő között voltak nekik az ismerőseik, akik meg hát különböző ilyen fura módon viszonyultak hozzám. Ő ilyen pót apám volt, vagy hát nagyon bíztam benne. És ő sajnos nagyon poénnak érezte azt, hogy én amikor naív módon megkérdeztem tőle valamit, hogy vannak ezek a dolgok, hogy kell csinálni, hát én, mint a férfi a férfival, hogy itt tanuljak az idősebbtől, ő poénból mindig átbaszott. És én nyilván hülye voltam, meg naív voltam, meg nem láttam át ezeken a dolgokon, éppen azért, mert bizalmasan fordultam felé, nem is akartam nem hinni ezekben a dolgokban, de egy idő után baromira furcsa volt, hogy amikor bizonyos társaságokban ilyen nagy önbizalommal adtam elő ezeket a történeteket, vagy azokat az igazságokat, amiket ő mondott az életről, meg a világról, akkor mindig kiröhögtek. Jó, hülye vagy, bazzeket, nehogy már, ne hit, jaj. És én voltam a kibaszott lúzer, aki össze-vissza beszél. Tehát gyakorlatilag felépült volna egy önbizalmam már társaságokban, és azt szépen magamnak tettem tönkre, azáltal, hogy bíztam a forrásomban. Ez azért kell ezt elmondanom még egyszer, egyfelől, hogy legyen nyoma, másfelől, hogy aztán majd, amikor vágom ezt a cuccot, akkor még egyszer legyen nyoma. Mindent ki kell mondani. Én most keresem magamban ezeket a régi elfojtott fasságokat, mert ugyanis folyamatosan vizsgálom a saját személyiségképemet, és eléggé nem áll össze. Iszonyatosan impostor szindrómás vagyok, valószínűleg emiatt amúgy. Ellentétben azzal, amit anyám súlykolt belém éveken keresztül, azért elég sok mindenben tehetséges vagyok. Valamiben csak átlagos, de mondjuk például a videókészítésben nagyon tehetséges vagyok. Amit apám súlykolt belém, hogy nekem minden jár és mindent megérdemlek, és nem kell érte dolgoznom, ez természetesen nem igaz. Tehát gyakorlatilag, ha úgy nézzük, akkor az én személyiség fejlődésem az mondjuk ilyen legjobb esetben is 13 évvel ezelőtt kezdődött el. Aztán kaptam ezt a sajnos szar undorító betegséget, ami még jobban összezúzta az amúgy is magam által összezúzódott önbizalmamat. Aztán, amikor ebből elkezdtem kilábalni, és kezdtem megszokni, és kezdtem ezzel együtt élni, és elfogadni azt, hogy rövidebb lesz az életem az átlagnál, hogy fájdalmasabb lesz, hogy ez egy karma, hogy mit tudom én, addigra befutottam, mint Chriswell tudja, hülye gyerek, akkor kaptam egy ilyen nagy önbizalomfröccsöt, aztán jöttek a később a trollok, akik ezt megint bezúzták, meg elkezdtek engem hibáztatni a saját lelki nyomorukért is, és olyan nem voltak az én életemben sose oszlopok, akik mondjuk nálatok a család, vagy a nagyon jó barátok, vagy azok a munkatársak, vagy azok az akárki, akiben nagyon megbíztok, akik olyan gránit oszlopok, akikhez lehet viszonyulni, akihez lehet, aki mondjuk példakép, hogy lehet azt mondani, hogy hozzá képest rosszabb vagyok, jobb vagyok, nem tudom. Nálam ilyen nem volt. Az Anna, mint egy ilyen oszlop, így megmutatta, hogy az, amit ő képvisel, az ilyen szempontból jó, ilyen szempontból nem jó, ilyen szempontból követendő, nem követendő. És most azon ügyködöm, hogy minél több ilyen emberrel vegyem körbe magam, akikben meg lehet bízni, akik nem akarnak átbaszni semmilyen módon. Se azért, mert poén, se azért, mert rosszat akarnak, se azért, mert nincs rám idejük, sem azért, mert nagyon-nagyon távol vannak, akik gyakorlatilag ilyen példát tudnak mutatni az én életemre nézve. A világ legdühítőbb dolga az emberiség. Nem, a tehetetlenség az emberekkel szemben. Ez, amit hallottok a háttérben, ez egy szélgép,
amit forgatásokkor szoktunk használni, de most beraktuk a lakásba, mert ez is szépen átfújja, és akkor jó nagy cug lesz. Nagyon-nagyon gazdag ember akarok lenni, de tényleg ilyen bántóan gazdag, amikor már itt tényleg az van, hogy nem tudod hova tenni a pénzed. Egyszerűen csak azért, mert annyira fölmentek az ingatlan árak, meg úgy gyakorlatilag mindenek az ára, hogy nagyon-nagyon drága egy olyan házat kiépíteni valahol messze távol az emberektől, hogy az még komfortos is legyen. Nem vagyok mizantróp. Buddhista vagyok, tehát nem lehetek az, de nagyon-nagyon dolgoznom kell rajta, hogy ne legyek az. A mai napomat már el sem mesélem, mert ezek csak ilyen apró kis pici dolgok, amiket néhány pofonnal vagy néhány ordibálással meg lehet oldani. De vannak azok a dolgok, amiket nem. Múltkor voltunk Anna szüleinél, mindegy, kajáltunk, meg beszélgettünk, meg vannak egyéb problémái, és ezért mostanában viszonylag sűrűn járunk hozzájuk, és ott van a ház előtt végig parkoló sor van. És mindig ott parkolunk a kocsiban. És így este olyan 10 óra felé már jöttünk el, és egy csajszika ott sétáltatta az ekkora kis patkányait, és jött, láttam, éreztem rajta egy messziről, hogy valami probléma lesz, mert hogy ilyen furán kiabálgatott, franciául, de mondom, csak nekem, csak nem nekem szól, neked biztos telefonál, vagy nem tudom. Szóval odajött az autóhoz, és már éppen szálltunk be, és kérdezte így ilyen, hát nagyon-nagyon tört angolsággal, tehát még szarabb angollal, mint az enyém, hogy szeretitek-e ezt a kocsit? Végülis meg szokták dicsérni, mondtuk, hogy persze, tök jó, tök fasz a zsír. Az jó, mert szét lesz baszva. És nem értettük, hát vannak ilyen alkoholista emberek, még a hegyen is. Hát, mindegy. És akkor elkezdett üvöltözni, mondta, hogy azonnal takarodjatok el innen. Mondtuk, hogy na, ez azért nem az a hang, nem, amit így este 10-kor a második kerületben így szeretné hallani. És kimondta, hogy hát ott van az ő garázsa szemben, pont szemben, és hogy ő majd úgy fog kiállni a kocsival direkt, hogy szétbassza a miénket. És mondtuk neki, hogy oké, de miért? Tehát, hogy így, mi ez a pszichózis, vagy mit tehetünk, érted? Vagy haver, mi ez a drog? És mondta, hogy őt nem érdekli semmi, ő szét fogja baszni a kocsit, és különben is, hogyha nem takarodunk el egy másodpercen belül, akkor hívja a rendőrséget. Mondtuk, hogy nagyon jó, hívjad, abszolút ráérünk. A problémája neki az volt, mint utóbb kiderült, hogy nézd, hogy mi a fasz baj, hát ez parkolóhely, el is férünk a kocsival, hát szóval, hogy a veszekedés közben kinyitotta a garázs kapuját, hát gondolván, hogy akkor ő most prezentálja, hogy miről beszélt előtte, és kiderült, hogy hát neki egy ilyen elég nagy BMW terepjárója van. Ami hát nem mentség a hülyeségre, bár a BMW-seknél, de biztos adnak mellé egy papírt, nem tudom, sose volt BMW-m, de biztos adnak mellé egy papírt, hogy innentől kezdve te lehetsz a világ seggfeje. Az volt a lényeg, hogy rájöttünk, hogy nem tud kiállni, ha ott parkolnak az autók, nem tud kiállni egy ívből, hanem így ki kell tolni az órát, visszatolat, népszilón, és aztán út. És hát ez neki derogál, mert ugye ő nem az a kaliber, aki ezt megtenni. Innentől kezdve az a parkoló, ami ott parkoló, azonnantól kezdve az nem parkoló, mert ő nem fér el. És aztán így riasztottuk az utcában élőket, hogy hát gyerekek, ne nagyon parkoljatok oda, mert az a baj, hogy ez a faszkalap, ez tényleg szétbassza, tehát hogy látszik rajta, hogy olyan ideg állapotban van, hogy neki mindegy. Neked is mindegy igazából, mert följelented, meg megkapod a pénzt, meg nem tudom, csak hát a fasz se akar szervízbe rohangálni, meg javítatni az autót, meg egy ilyen elmebeteg hülye miatt. Én körülbelül olyan 2 naponta találkozom ilyen szituációkkal, ezek a megoldhatatlan szituációk. Mint a 22-es csapdájában, hogy egyszerűen nem tudsz a hülyeséggel mit kezdeni. Tehát hiába van mondjuk akár több pénzed, hiába vagy okosabb, hiába tudod jobban a jogaidat, tök mindegy. Ha szembe találkozol egy rátarti hülyével, akkor ott vége a világnak. És a legego erodálóbb dolog ilyenkor, hogy elmész onnan, minél távolabb a hülyétől. Csak az a baj, hogy mi ráadásul egy olyan környéken lakunk, ahol ráadásul itt valami, nem tudom, hülye koncentrátum van, minden második ember ilyen seggfej, és tényleg azon gondolkodunk, hogy nagyon gyorsan bele kéne húzni a dolgokba, és venni valami házat valahol kinn a halálfaszára,
és inkább bejárni autóval hosszú időkön keresztül, mint hogy ilyen emberek társaságában élni, mert tényleg hát az éjszaka csak azért, mert ő azt gondolja, hogy neki igaza volt, szétkarcolja a kocsit, vagy nem tudom, kitámasztja egy szöggel, vagy bebassza a szélvédőt. Tegnap viszonylag sokat, amikor történt az egész, akkor nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy ilyenkor mi a jó megoldás, mind kommunikáció szakmailag, mind férfi szakmailag. És rájöttünk arra, hogy nincs jó megoldás. Tehát, hogyha odamész és agresszívoskodsz vele, és bevered a pofáját, akkor még téged sittelnek le. Hogyha végignézed azt, hogy szétbassza a kocsidat, akkor oké, néhány év pereskedés után te nyersz, és akkor mi van? Utána még egyszer megbassza a kocsidat, és aztán még egyszer, és még egyszer. Ez a frusztráció, ami van az emberekben, de mondom külföldiekben is, tehát itt a Kárpát-medencében valahogy olyan a leárnyékoltság, hogy így összeadódik, mint egy ilyen búra, bazd, meg így bennmarad a frusztráció, és kezdenek ilyenek lenni az emberek. Az internet az egy dolog, már igazából már nem is nézzük, normális ember nem nézi az internetet, nem nézi a kommenteket, az egy extrém sport, hogyha komment szekcióig legörget, sőt, hát már a portálok már direkt úgy csinálják, hogy egy millió reklámot odaraknak, hogy nagyon sokat kelljen legörgetni, hogy tényleg csak az igazán mazoisták tolják. Biztosan régebben is ennyire gyökérfaszkalap emberek voltak. Valami biztos, hogy megváltozott, vagy a PC-ség miatt, vagy amiatt, mert innentől kezdve tényleg bárki bármikor bármit fölvesz, felrakja az internetre, vannak olyan fórumok, vannak olyan lehetőségek, hogy le tudjon téged járatni, alázni, mit tudom én, egy ilyen bosszú hadjárat. És az a helyzet, hogy múltkor teljesen kiderült, hogy ez nem társadalmi státusz függő. Tehát hát nem lehet más mondani rá, hogy ez az elszomorodott szegény rétegeknek a sajátja, hogy annyira frusztráltak, hogy bántják a többieket. Még azt sem lehet mondani, hogy ez mondjuk csak a gazdagoknak a kiváltsága, azt sem lehet mondani, hogy ez csak a BMW-sek kiváltsága. Nem, ez most egy ilyen nemzeti sport lett, hogy baszogassuk a másikat, mert hogyha valami szar az életünkben, mindenkinek van szar az életében. Mit látjátok, nekem elég sok minden van. Az Annának is, még a Pablónak is, mindenkinek. De az élet épp arról szól, hogy ezeket a szarságokat megold, aztán lépjél tovább. Aztán megjön egy szarság, megint megoldod, megjön egy szarság, megint megoldod. De amikor azzal kötöd le a megoldásra előkészített energiádat, hogy azt mások kibaszására használd, akkor se nem a saját problémád nem lesz megoldva, se nem jutsz előre az életedben, viszont másoknak rosszabb lesz, de hogyha belefutsz egy másik ugyanakkor a faszparaszba, mint te, akkor meg aztán lehet anyázni. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ezt megengedhetik maguknak, meg is engedik maguknak, meg gyakorolják is ezt a fajta ilyen kibaszósdit, és akkor vannak azok az emberek, akik meg ebbe a játékban nem akarnak belemenni, de már annyira belefásultak, mert ők is leszarják. És akkor ilyen, mint ami szintén ma, hogy csajszikám, hát picit melege volt, úgyhogy felbaszta a lábát így a villamoson a másik székre is, ami ilyen lehajtható szék, ami ilyen elsőbségi ülés. És akkor ott álltak a terhes nők, így legyezgették magukat, meg minden bajuk volt. És mondom, az a baj, hogy ez azt vonza maga után, hogy aztán meg van egy olyan ember, aki meg nem ilyen paraszt, de nem esik jól neki, hogy mondjuk 4 órán keresztül kell, nem, mondjuk 10 percen keresztül kell parkolóhelyet találni egy kibaszott plázában, mert a parasztja 3 helyre állt be, és akkor oda megy, és széjjel karcolja a kocsijának az oldalát. És ez negatív karma, negatív karma, negatív, 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 és húzzák le az emberek egymást a büdös picsába. Tényleg nagyon-nagyon rossz dolog ez a magyarozás, meg nem is, ez nem is az, nem akarok magyarozni, azt mondom, hogy Kárpát-medencei hozzáállás, hogy tényleg mindenki kibaszósdit játszik. És elmész Olaszországba, vagy akárhova, bazd meg a világon, nagyon-nagyon ritkán találsz olyan országot, ahol az emberek izomból arra játszanának, hogy kibasszanak a másikkal. Ha pénzről van szó, meg lehetőségekről, meg akkor oké, de akkor érthető. Tehát akkor azt mondom, hogy az egy materiális dolog, hogy ha nekem legyen több pénzem, ne neked, ugyanabban a helyzetben. Ebben a kibaszós diátékban ezek az ilyenek nincsenek. Itt csak agresszivitás van, meg csak vert helyzetek. Ami mondom, lelkileg a legmegterhelőbb, hogy folyamatosan mindig menekülnöd kell egy ilyen helyzetben. Hogyha a moziba, tehát hogy már nem tudom, konkrétan már mindent megpróbáltunk, olyan időpontokban megyünk moziba, mit tudom én, kedden éjjel 11-kor, utolsó vetítésre.
és nem lehet, fizikailag lehetetlen bazd meg kifogni, hogy ne üljenek körülötted olyan emberek, akik vagy végigpofánzzák a filmet, vagy rugdossák a széket csak, vagy végig telefonálják a filmet, vagy nem tudom, beviszik a McDonald's-os gecit, és akkor ott ők megbeszélik a napi eseményeket, ami oké, okay, mindenkinek a szíve joga, hogy hülye legyen, és akkor odaszólsz neki kedvesen, hogy figyelj, ne haragudj, hogy picit zavaró, amit csinálsz, légy szíves, hagyd abba, végül van felháborodó, és elkezd fenyegetőzni, meg üvöltözni, meg mit tudom én, meg egrecíroztatni, és akkor az van, hogy fölállsz, és kimész abból a teremből, amit te ugyanúgy kifizettél, mint ő. De attól, hogy ő büdös paraszt faszkalap, attól ő jól érzi magát, mert a töke is nagyobb, plusz, hát őt nem zavarja az, hogy mások nem beszélgetnek, hát hogyan? Tehát vagy az van, hogy mindenki faszkalap, és akkor megesszük egymás lelkét, meg egymás mindenét, vagy pedig, nem tudom, úgy érzem, hogy nincs más megoldás. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy ezekkel az emberekkel lehetne normálisan beszélni. Délelőtt tökre jól kitaláltam, hogy mondok valami fontosat, aztán hazajöttem, intéztem a dolgaimat, aztán elaludtam, szoktam manapság délután szúgyókálni, főleg ilyen dög jó melegben. Percekig ezen gondolkodtam, hogy mi a lófaszt akartam, de aztán rájöttem, és elég szimbolikus. Az ember csak azt kapja meg az élettől, vagy arra felé indul el, vagy arra felé áll össze az univerzum, vagy afelé mennek a dolgok, amerre... Tehát, hogyha pontosan tudod, hogy merre akarsz venni, csak ezt akarom ezzel mondani. Nem az, hogy hát szeretnék sikeres lenni, szeretnék gazdag lenni, mert az teljesen relatív dolog, és lényegében egy idő után bármit megélhetsz sikernek, főleg, hogyha mondjuk annyira leromlik a környezetet, hogy mondjuk a legkisebb fingást is sikernek érzed meg. Tehát igazából meg kell fogalmazod azokat a materiális dolgokat, amiket konkrétan el akarsz érni. Régebben olvastam ezt a Secret című dolgot, ebben nagyjából ez van, hogy csinálj egy ilyen visualt, és akkor tedd ki pontosan, hogy milyen kocsit szeretnél, milyen házat szeretnél, mennyi pénzt szeretnél, és akkor az univerzum összerakja neked, illetve te tudat alatt szépen arrafele hajtod ezt az egész kereket. És ja, ez kurvára hiányzott bennem, hogy az utóbbi időben, hogy ezt meg tudjam fogalmazni, amikor a kondorosi lakótelepen laktunk egy nagyon-nagyon, kb. Akkora lakáson, mint az egész nappali, akkor ugyanígy csináltam egy vlogot, az volt a napi vlog, az volt az, ami miatt nagyon sokan támadtak, de annak is az volt a lényege, hogy bemutassam, vagy lássam, egyfelől bemutassam, másfelől, hogy magamnak is lássam, hogy mi az a fejlődés, amin átmegyek, és vagy van sikerül-e valami, és akkor, ha jól emlékszem, leültem, és elmondtam, hogy én pontosan mit szeretnék. És az volt a durva, hogy azt elértem, hát az volt, hogy szeretnék online videókat készíteni a legnagyobb Magyarországon jelenlévő márkáknak, ráadásul úgy, hogy már ők hívjanak, tehát közvetlenül legyek becsatornázva hozzájuk, és ez megtörtént, bazd meg, a legnagyobb márkáknak dolgozom, és azt gondolom, hogy 100%-os a bizalmam, és ezt imádom. Viszont nyilván szeretnék fejlődni, és amellett, hogy szeretném ezt megtartani, ezt a online legnagyobb márkás témát, azért mellette nagyon-nagyon szeretnék, és most akkor kimondom, csak azért, hogy legyen nyoma, és csak azért, hogy az univerzum összeálljon, fashion videókat készíteni. Olyan prémium márkáknak, nyilván ruhamárkáknak, akár magazinoknak, akár eseményeknek, ami kimondottan a divatról és a fashionről szól. Ráadásul ez a legmagasabb szintű kreatív pozícióban, tehát nem az, hogy gyere, vedd fel az eseményt, aztán add le, aztán legyen dokumentálva, hanem én akarok lenni az imagefilm készítő, az a csávó ebben az európai régióban, akinek azt mondják, hogy figyelj, kell egy kurva jó ötlet a legújabb kollekciónkhoz, gyere el, prezentáld, nézzük meg, csináld meg, aztán ezt nyomjuk negyed évig, fél évig, aztán jön a következő. Videoklippeket akarok csinálni, amiben csajok vannak, ruhák vannak, extrémitás van, ami tényleg egy annyira elborult dolog, amilyen én elborult vagyok, és ami tényleg arról szól, hogy tavaly megcsináltad a legjobb filmet, most csináld meg a legjobb kettőt, tehát hogy tedd négyzetre az egészet, haver, szálljál el, legyél te a videósok között a Terry Richardson, és bazd meg a szakmát, és fú, bazd meg, toljad. Emellett persze szeretném körbeutazni Amerikát, szeretnék egy közepes méretű házat egy bizonyos helyen, amit már kinéztem magamnak,
szeretnék egy nagyon fasz a sportautót, persze a stílusomhoz illőt, egy 88-as 911-es Porsche-t. Igen, olyan volt a Hank Moody-nak, azt hiszem, a Californication-ben, talán, de lehet, hogy neki 91-es volt, nem tudom. És szeretnék az a csávó lenni, aki a dög, akit azért hívnak, hogy nagy legyen a buli, hogy oda legyen verve a cucc. Én ezt akarom, és most elviszem ezt a kamerát, mert ma odaverek egy picit a Playboynak. És ahhoz kell egy borult ötlet, és egy handy. Mert hogy ez egy ilyen fikcsi, hogy VHS-es, kamerás, de lehet, hogy ezt elmondtam, nem tudom. Ott az kicsit jól éreztük magunkat. Tegnap is, azért kaptam vissza a kamerámat, mert tegnap is forgattam ugyanazon a helyen. Annyi különbséggel, hogy egy szinten feljebb, ahol hát olyan 45 fokkal volt, csak melegebb. Iszonyatos. Tehát én forgattam már extrém körülmények között, tényleg. Tehát gyógyfürdőben nyáron, Szenegálban nyáron, mínusz 25 fokban, lenne egy csatornában. Szóval bírom ezeket a szélsőséges dolgokat, de ez a tegnapi, ez kilátástalanul, reménytelenül szauna volt, hogy komolyan 40 tonnát izzadtam le, és így csöpögött. Nem tudtam kezelni a kamerát, azért annyira vizes volt a kezem, hogy csúszott minden, úgyhogy körmömmel kellett. Úgyhogy abszolút survivor. Volt egy komment tegnap. Szóra sem érdemes, de hát nincs más, ebből dolgozunk. Hogy ne szenvedjek, itt menjek el dolgozni. És a csávó belinkelt egy munka lehetőséget. Jelentkeztem rá, úgyhogy haver, tehát nekem így vannak kikötésem így a munkákkal kapcsolatban. Azért, mert általában alkalmazott producernek, alkalmazott vágónak, alkalmazott rendezőnek, főleg tévék, sokszor viszonylag kezdő embereket keresnek, vagy csak tévében töltött emberet, tehát, vagy pedig a nagyon nagy szaktekintélyeket vadásszák le más tévéktől. Én azért nem tartozok semmilyen kategóriába, mert egy, nem ma kezdtem, kettő, nem dolgoztam tévénél, nem tudom, két hétnél többet, tehát hogy így nem vagyok az a kategória, akit érdemes lenne levadászni. Igen, ez igaz, tényleg, az RTL klubnál volt egy időszak, amikor én nagyon promó producer akartam lenni, kreatív promó producer, ez onnan jött, hogy az egyik ismerősöm, aki ilyen idolom volt, vagy aki így először mondta azt, szakmai ember, hogy jó, amit csinálok, és ez nagyon megmaradt bennem, és onnantól kezdve nem felnézek rá, meg hallgatok rá, ő abban az időben talán azt hiszem pont az RTL-nél volt promó producer, és gondoltam, hogy bazd meg, ez a csúcs, ez az én szakmámnak a csúcsa lesz, és én az RTL klubnál akarok promó producer lenni. Persze az is bennem volt még régen, hogy az Umbrellánál akarok dolgozni, mint vágó, és dolgoztam az Umbrellánál, és bakancslista pipa. Izgalmasabbnak találom a saját projektjeimet, hiszen itt nagyobb a felelősség, igaz, nagyobb a stressz, igaz, nagyobb munkabírást igényel, mert extrém körülmények között kell csinálni, viszont sokkal kézzelfoghatóbb, sokkal inkább én tudok lenni, mint egy kvázi standard valami, ahol mondjuk a szövegekkel tudsz nagyon kreatívkodni talán, de az is felejtős, hiszen tévés műfaj nagyon gyors. A CV és ártárgyalásokban szoktunk ilyenkor lekattanni egymásról az RTL klubban. Ilyenkor mindig visszaírnak, hogy köszönjük a jelentkezést, de a CV-det légy szíves küld el. És mindig visszaírom nekik, hogy nekem nincsen CV-m, van egy weblapom, amin fönn van minden, jó, nem minden, persze a publikus dolgok, de a CV-mbe se tudnék többet beletenni, tehát gyakorlatilag a partnereim listáját nagyjából, a projekteket, amiket dolgoztam, az csumi, nincs benne ilyen, hogy 10 év TV2, 3 év Hír TV, 4 év ATV, tehát hogy nincs ilyen fajta szakmai CV-m. Éppen egy olyan HR-es van, aki azt mondja, hogy jó, nem baj, akkor csak írd le, légy szíves, hogy akkor vagy linkeld be az oldaladnak azt a részét, ahol a partnereid vannak. Akkor általában a bértárgyalásokon bukunk le. Ezt úgy szokott, én úgy szoktam számolni, hogy az éppen negyedévi átlagom. Tehát a negyedévi átlagomhoz viszonyítok, és akkor felszorzom, hogy a negyedévi átlagomban mennyi a bevétel, hogy ebben a negyedévben mennyi a bevétel. Ezekből a projektdíjakból kalkulálok egy kvázi óradíjat, abból egy napi díjat, és akkor ebből felszorzom 20-szal, és akkor ebből kijön egy olyan havi díj, ami én mondjuk dolgozom 2-3 naponta
3-4 órát, majd az utómunka szintén 3-4 óra, és jó esetben mondjuk nem küldik vissza a filmet, akkor ennyi visszaküldik, hogy maximum, mit tudom én, 10-12 órát gúrok el egy projekttel. Az mondjuk egy akármi cégnél, akármi alkalmazotti státuszban, az 2 nap. Tehát én 2 nap alatt megkeresem mondjuk 2 heti pénzt, akkor azt nem tudod arányosítani, szóval nehéz számolni a ráfordított kreativitást is be kell árazni, a ráfordított energiát, tehát a vasakat, a fizikai munkát, és rá kell számolni az ott töltött, egyébként nem felesleges, de ott töltött időt, amit ugye máshova nem tudsz felhasználni. Ez erőforrás menedzsment, ez úgy néz ki, hogy a fix fizetés nyilván negatívként jelenik meg, tehát csökkenti ezt az összeget, hiszen azt mondta, hogy akkor folyamatosan számíthatok erre az összegre, kurva jó, oké. A bennülős munka az szintén lejjebb viszi ezt az árat, mert nem kell akkor vinni a vasakat, nem kell kitalálni, nem kell úgy szervezni az életet, ez egy fixen számolható. A ráfordított kreativitás nálam fordítva van, mert én minél kreatívabb lehetek egy adott projektben, annál nagyobb kedvezményt adok. Nagyjából az ember így ráérzésre, hasraütésre próbál kalkulálgatni, de nagyon nehéz, az biztos, hogy nagyon nehéz. Sok év óta szabadúszóként, kalkuláló emberként beülni egy akárhova, mert oké, hogy ingyen van a kávé, de ugyanakkor viszont vannak nálam olyan pörgős negyedévek, amikor azt annyi fizetést nem fogtak-e adni soha senki sehol. Viszont persze vannak olyan negyedévek, ami meg szar. Tehát mondjuk egy éves átlagban el kéne kérnem egy alkalmazott státuszért, egy átlagot, ami meg azért fölötte van. Általában úgy szokták csinálni, hogyha van rá lehetőség, hogy félállásban fix, utána a többi az meg ilyen szabadúszás. Természetesen nagyon komoly versenytilalmikkal, meg nagyon komoly titoktartásikkal, meg ilyesmi. Én nagyjából itt dolgoztam az Umbrella-ban, hogy azért ott elvett az egy gyakorlatilag egy félállásnyi időmet, meg kreativitásomat, de utána a napom többi részével, ahogy fel tudtam dolgozni egy adott projektet, körülbelül annyit kellett vele dolgozni, de az körülbelül egy félállásnyi meló volt, és akkor be tudtam szervezni a egyéb más projektjeimet. Persze ilyenkor az ember egy picit ellustul, tehát ugye van egy fix melód, akkor azt mondod, hogy faszom, most nem hajtom szét magam, most nem vállalom el ezt, meg viszont jobban koncentrálsz a fixre, mert ugye ott az folyamatos ellenőrzésben vagy, meg szóval, hogy take it easy, ez tök jó van menedzselve részemről, azt gondolom. Picit sértő persze ez, hogy menj el dolgozni, de ugyanakkor ez karma, tehát én is rengetegszer mondtam minden ilyen léhűtő vloggernek, hogy húzzatok el az anyátokba dolgozni. Hát körülbelül ilyen sértő volt ez is. És nem az a sértő ebben, hogy dolgozzál, geci, hanem léhűtő vagy, mert nyilván nem veszem annak, hanem hogy tényleg kívülről ez úgy látszik, mintha én egy ilyen, nem tudom, elkényeztetett faszkalap lennék, aki folyamatosan sír ennek ellenére. Úgyhogy köszönöm, kedves kommentelő, bár nem hiszem, hogy pozitív szándékkal írtad ezt az egészet, de minden esetre elgondolkodtató, és igyekszem körültekintőbben pozitívabb lenni ezekben a dolgokban, és nem akarok okot adni ilyen kommentekre, hogy rinyálj, ne rinyálj, üző, mit rinyálsz, ha megint. Nem fogok rinyálni, tök jó dolgom van, tök jó életem van, tök jó projektjeim vannak. Viszont péntek van, úgyhogy ez a búcsú, jövő héten jövök újra. Remélem túléljük ezt a hétvégét. Dúra. Nem, ne panaszkodj. Kurva jó a meleg, kurva jó, sokkal jobb, mint hogyha hideg lenne. Ja. Csácsumi.